Sziasztok, ez itt a Clue negyedik része. Nem új játék, hanem betöltés. És ez itt a Sötét Erdő. Ez az első olyan pálya, ahol egészen biztosan meg tudom mondani előre, hogy kizárt, hogy ezen a pályán sikerüljön a 100%. Mert itt a titkos helyek már eléggé nehezek. Ó, igen, egyébként még nem is mutattam, de így az ellenfeleket azután is tudjuk szabdalni, miután végeztünk velük. Hogyha nagyon mérgesek lennénk valamelyikre. Na jó. Ahogy láthatjátok, itt lefelé kell haladni, viszont előbb összegyűjtöm a titkos helyet ott fönt. Mégpedig ezt a mocskamentát kell itt felszedni. Szerintem ezt a páfrányt már nem is kell használni ahhoz, hogy ide fölugorjak. Oho, ennyivel már ment is minden. Na, ott lesz a másik félen egy acélszív. Igen, az Ossian alapján én úgy fogom elnevezni azt a pávrapot szerintem. Ugye ez az, amelyik sebezhetetlenséged ad egy időre. Nagyon gyakran vannak ezek az alapcheckpointok. Sajnos sokat nem segítenek. És hát Clue mondja, hogy ez ehhez majd tökéletes időzítés kell, de hát ez még eléggé egyszerű rész volt. És mielőtt én fölvenném azt a pávrapot, én itt megnézem ezt a részt előre. Csak hogy lássam, hogy mégis mire számítsak. Jó. Ott kell majd fölfele haladni az ugrással. Na szóval, csináljuk. Ó, pont jól időzítettem. Egyik szög se talált el. Remek! 15 másodperc alatt minden nagyon simán meg lesz. És ott volt a koponya. Szuper. És megvan az acélszív. Szuper. Na, annak azért örülök, hogy most még minden megy egyelőre. Aztán mondom, hogy úgyis nehéz lesz itt a dolgunk. Hoppá! Nem figyeltem. Ott bizony már szmötyi van. Hoppá, splash damage is eltalál. Ezt én nem is tudtam eddig. Nézzük, hogy itt mi van, itt már semmi. Na, ott van egy teleport, nem tudom, hogy arra a bónusz részre át tudok-e ugrani. Nagyon pontosan kell. Ó! Nem szokott sikerülni, szóval meg vagyok lepve. Szóval próbálok azért itt minél többet felszedni. Itt volt még egy páfrágy. Jó sok pluszpontot lehet itt szerezni. Már ha nem esünk le.
Igazából a nagyobb itemek érdekelnek csak. Jó, én ezzel meg vagyok elégedve. Mondom, úgyse fog minden sikerülni. Ó, hogy egy egér is volt ott. Észre se vettem. Jó, szerintem az ugrással oda föl kell menni. És valamit még biztos el lehet érni eddig, hogyha már ilyen hosszú ideig tart. Na azért. Ó, nem is vettem észre, hogy fölvettem a villámláskardot. Úgy emlékeztem, hogy itt is van egy teleport. Ezek szerint nincs. Nem baj, szerencsére van életem, amit feláldozhatok ilyen dolgokra. Egyébként meg mi van ezzel a sok fákjával? Nézzétek már, mindenütt ott vannak. Börtönben még érthető valamennyire. Na de kérem, hát itt egy erdőben vagyunk. Úgy föl fog gyulladni ez az egész valamikor, hogy csak na. Eléggé érdekes az is, hogy ezek a páfrányok hogy tudnak minket ennyire föllökni. Úgy értem, ezek csak levelek. Nincsenek nagy izmaik. Na, ezt a részt hogy vigyem? Azt hiszem, hogy van egy ötletem. Nem tartozott a tervembe, hogy leessek ide. Valószínűleg most már nem fog menni ez így. Szerencsére az eltűnős platformok azok újra spónolnak halál után, nem úgy, mint az ugrás power-up. Na, talán így még föl tudom szedni azt a pár cuccot. Előbb azonban még újra megnézem, hogy mik vannak itt. Jó. Menni fog ez. Mi? Ja, hogy az pont a szmötyi fölött volt. Oké, kezdem elveszteni az életeimet, és ez nem jó dolog. De legalább mostantól actually megéri majd a pontokat gyűjtögetni. Plusz életeket kapjak. És nekem azért nem tartozik a kedvenceim közé ez a pálya, mert ez egy labirintus. Illetve nehéz is megszerezni a plusz cuccokat, de az még nem tartozik a negatívumok közé, mert hát mostantól kezdve úgy általában nehéz lesz a játék. Na jó. Szóval én most figyelek arra, hogy mindent felszedjek. Még jobban, mint idáig. Szerintem arra kell majd tovább haladni, és balra még elnézhetünk. Mint hogyha lett volna valaki. Nem kérek tőled egy egész napot, Klo. Én se akarok egész nap gúmolni, elhiheted.
Jó. És 99 töltényem van. Az remek. Megnézem, hogy... Nem, még mindig nem a kontrollal váltok. Majd a következő pályán szerintem már meg is fogom mutatni a másodlagos támadásokat. Mármint azt, amelyik nem a pisztoly. Na, most viszont szerintem emlékszek arra, hogy itt hol van egy plusz élet. Az a lényeg, hogy még ne essetek le, hanem jöjjetek a checkpoint után balra. Jó. Most már nagyon vigyázni kell mindig, hogy van-e szmötyi alattunk. De még le lehet ugrani. És úgy tűnik, hogy pont van ott egy eltűnős platform. És megvan a plusz élet. 7 az úgy már egész tűrhető. Dead end. Hát igen, ez egy zsákutca. Nem kell mondanod, Kló, már én is láttam. Na, nem tűnik el az a platform. Viszont nem lett volna rossz, hogyha a bandita tovább állt volna. Az életre még annyira nem kell figyelni itt. Olyan szempontból nem nehéz a pálya, inkább csak az instant halálok miatt. Nem, ez nem volt challenging. Ott viszont... Jöjjünk jobbra. Hanyadik arany checkpoint volt ez? Talán már a második? Aha, láttuk ott az arany csillogását. Ó, dehogy nem. Tartsál ki még, Kló. Ma ki kell vinnünk ezt a pályát. Majd utána iszunk jó kis csokis proteinport, protein shake-et. Hidd el, megéri edzeni. Ott fönt csillog valami. Ó, egy acélszív. Remek. Jó, akkor... Siessünk ezzel, én nem tudom, hogy... Mennyire fontos. Ó, látom. Ide például hasznos, hogyha... Nem szeretitek a pontos időzítéseket. Ó, na ez egy tökéletes hely arra, hogy bemutassam a második titkos másodlagos támadást. Ez a Magic Claw. Klónak van egy ilyen mágikus karma. Ugyanaz egyébként, mint a... Fagykard vagy a tűzkard, csak... Hát... Waste of time. Látjátok, hogy most még csak 14 van belőle. Viszont a fagykarthoz meg a többihez képest ugye az a... Az az előnye, hogy akármikor használhatjuk. Azt a koponyát meg úgy kell megszerezni, hogy itt a lombon átugrálunk. Úgyhogy éppen átérjünk ide. És ez a titkos hely sorozatnak csak az első része. Ugyanis még itt folytatódik tovább a dolog.
második plusz élet a pályán. És visszaértem 9-re. És ahogy Chloe mondja, egyetlen egy lehetőségünk van arra, hogy ezt teljesítsük. Hát ez egy nagy maraton lesz. Megnézem, hogy meddig érek el. Fogalmam sincs. Nem könnyű az egészet megcsinálni. What a death trap. Na, itt kezd nehezedni a dolog. És látjátok, hogy nem mindig ugyanaddig haladnak a platformok, hogy találkozzanak egymással. Szóval nem egyszerű. Szinte mindig máshogy kell időzíteni. Olyan szempontból örülök, hogy visszajutottam 9 életre, szóval hogyha elrontom, akkor az igazából nem jelent problémát, azt leszámítva, hogy nem érek a titkos hely végére. Na és most jön az igazán nehéz rész. Ugyanis figyelni kell arra is, hogy minél hamarabb odaérjünk. A titkos hely végére? Mi? Ja tényleg, hogyha... Jaj, pedig már majdnem a végére értem, ott még fönt lett volna egy újabb szint. Igen, hogyha egészen a plafonig fölmásztok egy létrán, akkor elengedi Chloe a létrát, vagy liánt, vagy bármit, amit éppen magánál tart. Na. Nem sikerült, de végül is egész sokáig eljutottam. Szóval igen, ez alapján sikerülhet nektek a 100%, nekem nem sikerült. Chloe, figyelj már az illemre egy kicsit jobban. És hát, hogyha az előző olyan jól ment, akkor ez igazából nekem már nem nehéz. Végig ugyanolyan sebességgel jönnek föl és tűnnek el a platformok. És jöhet a második boss harc. Captain Claw. We meet again, Catherine. Oké, szóval nem igazán tudjuk, hogy ki ez a Catherine. Itt Claw az elején azt mondta, hogy szóval újra találkozunk. Szóval gondolom... Van sztoriuk, de az is teljesen biztos, hogy ezt a játék nem magyarázza el. Szóval valószínűleg vetélytársak voltak. Ha felugráltok, akkor egy kis plusz életet szerezhettek. És azzal már egész könnyű legyőzni Catherine-t. Még úgy is, hogyha nem feltétlenül tudjátok, hogy mik a támadásai. Ó, és már 24 Magic Clone van. Whew. This must be the town that was in the letter. Now, if I can just find a tavern next to the shipyard, I can get another gem for the amulet, and possibly information on the whereabouts of the rest of them. Two gems, seven more.
Na szóval, át is értünk az erdőn, a városon belül pedig a célunk majd a fogadó lesz. Ahol ez a karakter, aki az elején írta a levelet, amit megtaláltunk, hát ő ott vesztette el az ékkövét. Az amulett egyik ékkövét. Következő pálya, Township. I wonder how old these statues are. Oh well. Ahol bemutatkoznak mindenki kedvenc ellenfelei, a sirályok. Azért mindenkinek a kedvenc ellenfele a sirály, mert így rátok próbál szállni, eléggé kiszámíthatatlan ellenfél. Néha csak nyugodtan repked magában, néha pedig egyáltalán nem akarnak békén hagyni. Szóval végre most értünk el ahhoz a részhez, amikor az ellenfelek kezdenek különfélék lenni. És nem csak kutyákkal és egerekkel fogunk harcolni most már. Na de ahogy mondtam, ez már a következő videó tárgya lesz. Addig is sziasztok!